because of this car. You guys hear me? Székhelye. Megyei jogú város a partjaimban, Körösvidéken, a Sebes-Körös partján. Korábban Bihar vármegye központja volt. Szent László templom. A templomot még Szent László alapította, és valószínűleg csak 1116-ban temették le. A nagy boldog asszonynak szentelt templomba. A csatár a török kétes után földmentést élt. Akkor tört le két oldal. Beszállt elbordulás, uram is elhaladt. Mindenféle a Szent László óta megtenni a mellettőrnyi vasadéveit. Ez a területen Szent Lászlóhoz kötődik, ez mind azért van, mert ez annól az ő területe volt. Amikor király lett 1077-ben megkoronázták, akkor visszament Budára, és ezt a területet elhagyta. Előtte életi keresztül ez az ő megye határán, Királyhágom és Bárót Somos települések között 582 méter magasságban található hágó. Nagyvárad felől jöve a Révbaróti medence után itt lehet közúton Kalotaszeg felé Nagy Kolozsvárra eljutni. Nem csak gazdasági, hanem kulturális szerepe is nagy, hiszen kapcsolatot teremt a pártium. Történelmi központja és legjelentősebb városa. A 2011-es népszámlálási adatok szerint Bukarest után Románia a második legnépesebb városa. Az egykori Kolozsvár megye, a Kolozs megye szép. Az Európai Unió 96. legnépesebb városa. Két színházával, két operájával, 11 1443-1490 gyerekkora, született 1443. február 23-án. Apja Hunyadi János kormányzó, anyja Szilárdi Erzsébet. Mátyás 6 éves koráig anyja és dörkeje nevelte, majd tanító napunknak az összefoglalójához. Ez úgy fog kinézni, hogy képeket vetítünk a mai nap eseményeiről, és ezekkel kapcsolatban kérdéseket teszünk fel nektek. Csapatonként be vagytok hoztva, úgy ültök asztaloknál, úgyhogy diktáljuk is mindjárt. A templomnál kezdtük meg a mai tevékenységünket, mármint ami azt illeti, hogy átértünk a mai Románia területére. Egyes kérdésekor föl lehet írni. Milyen címei vannak ennek a templomnak? Ugye ott bent elhangzott, hogy és még a barát is tudtak. Nézd testét fel az Úrbani, lángoljon a szívünk, ezzel van már. Oh, yeah.
ennek a kordai hasadéknak háromféle keletkezését tudjuk. Az egyik, ez a Monda szerint található. A Monda úgy szól természetesen egy Szent Lászlóhoz kapcsolódó Monda. Azt mondja, hogy üldözték a Dunát. És ahogy üldözték a Dunát, ismét Istenhez imádkozott, legyen valami csodát, és azt mondta, hogy ugorjál a lovattal. Elugrott a lovával, ugrott egyet, úgy hívták a lovát, megvan a neve, Szögő. A Szögő nevű lovával ugrott egyet, az itt van körülbelül, erről a részről, és ahogy elugrott a lovával, szétnyílt a föld, és a kunok nem tudták, hogy tovább nyílni. Ez a kordai hasadéknak a mondat szerint. Ez a város a romániai Maros megyében, a Marosvásárhelytől 60 km-re, a Szovátai-medencében fekszik. A város. Székelyföld talán legnagyobb sóvízügye, már itt már a lombai is bányászott. Az ide települtek is sóbányászattal foglalkoztak. A régi millenépiseket megtöltötte a csapadék és a folyóvíz, így keresztek az esős ústavak. A város legnagyobb látogatottsága a Medvetó, ami ugyanúgy egy ilyen régi mélyedés, és megtöltött csapadék és folyóvíz útján keletkezett. Megkinyítom az én Második esti összefoglaló, értékelő foglalkozásunk van, értékeljük a mai napot. Ezt a képek alapján tesszük meg, méghozzá megkérdezzük ez alapján, a kép alapján, hogy hogy hívják ezt a helyet, amit látszik éppen. 1-es A, írd fel a nevét. Illetve három ABC része lesz.
Mind a három a keletkezésével kapcsolatos. A. Hogyan keletkezett a monda szerint? B. Hogyan keletkezett a földtörténeti tudásunk szerint? És C. Hogy keletkezett a méghozzá borvizes strand, tehát a benne lévő víz az ásványvíz, úgyhogy gyakorlatilag, ha eljön ide valaki, akkor ásványvízbe tud fürödni. Még három dologról nevezetek. Csaja. Kettő Orbán Balázsnak a sírja, három pedig majd visszafelé, hogy lenézzük jobbra, az unitárius egyháznak a központja. Miért fontos ez az Orbán Balázs? Történelmét ezeknek a falvaknak, és gyakorlatilag ez volt az első nagyon komoly leírása a Székelyföldnek, amit ő megtette az 1800-as évek második felében. Most az ő nyomdokain járt az én nagybátyám, úgy hívják, hogy Wovkori László, aki ugyanígy körbejárta a Székelyföldnek az összes települését. Székelyföldnek a központjában. Ezt a várost tartják egész Székelyföldön a legmagyarabb városnak, ugyanis a 37 ezer lakosságának a 97-98% a magyar. Tehát itt gyakorlatilag mindenki magyar, kivétel egyébként betelepült egy gyári munkás körülbelül a városnak a szélén. Azon belül is, ahol most állunk, ez a én saját elnevezésem, ez a Székely Hősök tere. Tudjuk, hogy egy lengyel származású katonatiszt volt, de a magyarokért ugye annyit tett, hogy a 1848-49-es szabadságharc, az erdélyi hadműveleteknek a főparancsnoka volt ez a... Büszkék vagyok. Nagyon híres helyre jöttetek, egyezzétek meg. Szent László király és Nagy Magyarországnak a leghíresebb helye Szent László király. Nézd testvérben az Úrban ér, Jézus, 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 Jéz
erős vár a mi Istenünk, békesség Istentől, az Úr a mi dicsőségünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves tanárok, szülők és kedves Albert Irsai fiatalok, Szent László templomában. 1567-ben állt már ez a templom első része lesz. Szent László kultuszáról és egy újabb érdekes felvonás Szent László életéből, a székelység életéből, majd a szerepizsavatban próbáljátok elképzelni a történelmi küzdelmekben kimagasló Szent László alakját, aki küzdött népünkért, a kereszténységért, s akiről a későbbi korok és a múlt század nagy gondolkodója, Puhász Ottokár azt írta, igazán nagy hősiesség az erős hitű emberek jellemzi, mert a jellem a hittel párosul, és akinek hite van, sziklákat görgethet, törvényeket alkothat, és történelmet formálhat. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, százados középpontja. Minden pünköstkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú. Ez az esemény minden évben Isten. Na, ahol most vagyunk, ez az úgynevezett csíksomlyói borvíz. A borvizekről már néhány gondolatot mondtam. Az ásványvizek ennyi, de természetesen szénsavas, látom, hogy ütött ki a földből, úgyhogy nem vezetik fel sehol a szénsdioxidot, tehát ez ütött ki a földből. Egyébként a borvizek, ez a vulkáni utóműködésnek a bizonyítékai. Itt a Hargita hegység, az ilyen vulkáni hegység, és a Hargita környékén nagyon sok ilyen forrás van. Balázs bácsival néztük itt útközben.
ahogy jöttünk el, úgy közben nagyon sok ilyen forrás, szénsavas vagy kevésbé szénsavas forrással találkoztunk. Fecundicidium, ami latin nyelven azt jelenti, hogy székely öldöklés, székely mészárlás, annak az előzményéről pár gondolatot szeretnék mondani. Évszázadokon keresztül a székelyek határőrként működtek, dolgoztak, éltek a keleti Kárpátok határain, de egyes kutatók szerint, ebben most nem mennék bele, mert nincs egyesség, a székely az a Kárpát-medencében volt határőr, mert ugyanúgy Zala megyében több településen is fedeztek fel, és fedeznek fel mind a mai latin székelyrólás írásos emlékeket. Olyan emberek vannak, akik a családfájukat 1200-as évekig tudják visszavezetni, a székely családfájukat, úgyhogy ma, mint több magyarság, itt vagyunk mi székelyekül, és a határőrök leszármazottjainak tekintjük magunkat. Hölgyek, urak, megkezdjük a harmadik esti összefoglaló programunkat, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Meg is jöttek rá. Akkor az első fotó. Ez a valami napisztás. Na figyelj ide, következő kérdés kapcsolódik hozzá. Tehát egyes. A. Tamási Áron sírjánál vagyunk. A kérdés. Írt egy trilógiát. Ki ennek a főszereplője? Boldog, boldog, boldog születésnapon! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napon! Thank you.
keletkezéséről szóló legenda röviden. Valamikor réges régen, a mai Szent Anna tó helyén egy magas hegy volt, amelynek a tetején vár állott. Vele állt a irányira a bálványos hegyén, és egy hatalmas vár. A mai várost 1332-ben Santo Giorgio nevén említik. 1417. április 28-án Zsigmond király is meglátogatta. Ő emelte a város rangra is. 1461-ben mezővárosként említik. 1848-49-es emlékműnél ott az évszáma tetején, és éppen látjuk, hogy ez egy helyi Brassó Fekete Templom. 1383 és 1477 között épült. A tatájáráskor elpusztult Szent Katalin templom. Új Brassó plébánia templomának helyére, amely 1929-ből békánság közben került. Brassói Száz Evangélikus Fekete Templom, Románia legnagyobb templom. Egyben az európai gótika legkeletebbel fekvő jelentős alkotása. A főtértől délnyugatra nyíló Pontius udvarnak nevezett téren áll. Lehet látni ezt a sötét kis foltot, na az a kilátó, és azon most ebben a pillanatban is vannak emberek fönt. Hogyha annyira esetleg Gáborban rá tud zoomolni. De látszik ott, hogy vannak emberek fönt, mert látom, hogy van egy-két világos folt, ez biztos a fehér melegítőben van fönt. Fogaras. Fogaras városához köthető kiemelkedő személyek. Babics Mihály költő itt tanított. Fogarason született Ajtai Andor színművész, akinek kiemelkedő munkaságát Kossuth díjjal is jutalmaznak. Szintén a város születje Egyed István geofizikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Fogarason veszítette életét első Rákóczi György fia, a Székely generális Rákóczi Zsigmond és első apafi Mihály erdélyi példán. Vezetőnek közül Humás Márnak városok, illetve ugye az összetételről, amit a város láttak. Remélem ezt is ugyanúgy fogjátok élvezni, mint az eddigi hármat. És egyébként lehetsz a képen. Tessék lejön. Ne tegyél föl, mentő kérdés. Mit látsz a képen? Lehet bevetés is. Ó, szagosak, szagosak! Mi szép látni téged, itt heverni feketén-fehéren. Ó, feketében tündöklő, földi jelenség! Beleléptem a francba, hogy a fejem I'm
szívem, ez a szegszebb illem. Bűnnek a lányok nem, bűntel a hajjén, bennem is én. Várom el, várom, hogy álljon, ez évvel, jöjjön álljon, ez fejemben, érzem, hogy itt van, hiszek már újra, ő maradt el. Tehát a gerinc az 2500 méteres átlag magasságot tartja, majdnem 100 kilométeren keresztül. Ezzel magasabb még a magas Tátránál is átlagban, ugyanis ott van 2500 méter fölötti csúcs, igaz, hogy a legmagasabb az majdnem 100 méterrel magasabb, mint itt. Egyébként 2543 a legmagasabb csúcs, én most meg nem mondom, hogy melyik, mert mindegyik ugyanúgy néz ki. És a második 2539, és azt hiszem, hogy 17 olyan csúcs van, ami a 2500 métert meghaladja. Azt mondja, hogy kőfejtője van, de az egyháznak a tulajdonon kőfejtő. Meg ilyenek, mit tudom, a másik lett egy gyárat. Tehát... Nem. Nem szarvadó bárhoznak az egyik. Nem, mondom, nem szarvadó bárhoznak, de viszont visszanyatos. Igen. Olyan kisgyerek volt, és végig katonatiszteletes lett. Mondd be részletesen. Nagyszeben Gyula-Fehérvártól 53 km-re féltörte a déli Kárpátok északi előterében, a Szebölcsi medence közepén, a Szebölcsi havazas lábánál fekszik. Fontos iparik és kereskedelmi központ. Nagyszeben utani tégekkel. Nagyszeben egyik legfőbb látnivalója a Huat-teret szinte teljesen betöltő, monumentális mértékű, késő gótikus stílusú evangélikus püspöki székesegyház. Amint látjátok, nagyon szépen meg van csinálva. És 2007-ben Nagyszeben Európa kulturális fővárosa volt, és akkor nagyon sok pénzt kapott. Elsősorban Luxemburgban. Mint látjátok, ez egy barokk stílusú templom. Az óperáté. Ez közül az óperának a legnagyobb falra festett óperáté. Azon, hogy látszik egyenes fal. Három dimenziós festéssel van fölfestve mindenre. Ettől ez különleges is az egész. De a Kolozsvári Szent Mihály, ez a három Erdélynek a három legjelentősebb gótikus stílusú temploma. És nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy ezt is megláthattuk, mert éveken keresztül ezt renoválták. Vajdahunyad megyei Jótváros, Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében. Megyeszékhelytől Tévától 20 km-re délre fekszik. Az 1920-as évek óta hozzátartozik. Nézics Károly, Nagy Sándor Nézse, Damjanics János, Aulik Lajos, Lachmer György, Zoltenberg Ernő, Leiningen Westenburg Károly, Török Ignác, Lóf Vécsei Károly, Kis Ernő, Dezsőfi Ariszti, Lázár Vianos. Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc levelése után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt.
Ekkor a kocka.